Szép jó reggelt, estét, délutánt és ezek bármely kombinációját mindenkinek. Ahogy a Skott fotósturák során említettem, a birtokomban van egy GoPro Hero 8. Ezt a 220 voltnak köszönhetően van szerencsém használni, kipróbálni és dolgozni vele. Na most, ugye magát a fotósturák 9. részének a jó részét ezzel forgattam, de akkor is már ígértem nektek, hogy lesz erről egy külön kütyüteszt, amikor is arról beszélünk, hogy akkor most csak ez a kis kamera mit tud és miért jó nekünk. De azért ebben az esetben van miről beszélni a külső szempontjából is. Szóval az első és egyben legszembetűnőbb változás, hogy nincsen cserélhető lencsevédő, hanem teljesen integrálva van a kamerába, ami mondjuk azért nem biztos, hogy előny, mivel eddig a GoPro 7-esnél, hogyha ez megkarcolódott, eltört, vagy bármi gond volt vele, lecsavartad, vettél $10 egy újat, azt kész, ráraktad és mehettél tovább. Ami baj van, akkor gyakorlatilag az egész kamerát érinti és drágább kicserélni, mint hogyha vennél egy újat. Ezt egyébként maga a gyártó mondta egy hasonló megkeresésre. A másik nagyon szembeötlő és egyben fontos, hogy az illesztés az ezúttal pontosabban az a foglalat, amivel fel tudod rakni bármilyen rigre, botra, vagy amivel tudod rögzíteni a kamerát, az most ezúttal szintén beépített és kihajtható. Más tesztekben láttam erről, hogy sokan panaszkodtak, hogy hát, hogy ez lötyög, meg nem jó, meg ilyenek, és zavar, és ez nem egy jó megoldás, de az az igazság, hogy mikor én ezt használtam, és föltekertem egy botra, vagy bármin, és ezt behúztam bikára, akkor az tartott, mint a beton. Tehát én is ezzel készültem, hogy hűha, mondom, ez probléma lesz, mert hogy ez tényleg izé, de nem volt vele semmi gondom. Ez tartott rendesen, soha nem lötyögött, nekem abszolút nem okozott semmiféle problémát, ez működött nagyon rendesen. Ahogy a korábbi kameráknál is, ez így már önmagában ütés is vízálló, még tok nélkül is. Nyilván, hogyha olyan helyen megy az ember, akkor célszerű beszerezni rá egy tokot, hogy még biztosabb legyen, már csak azért is, mert ugye a lencsét nem védi most semmi, pontosabban nincs rajta cserélhető lencsevédő, ezt egy tokkal meg lehet oldani. De önmagában, hogyha az ember így használja, akkor is víz- és ütésálló, tehát alapfelhasználása teljesen jó így is, és akkor működnek a hangfelvétel részek, tehát akkor a mikrofont meg mindent tudod használni. Oké, lessünk be, mi van az ajtó mögött. Itt találhatóak a különböző mindenféle csatlakozók, pontosabban igazából egy az USB-C töltő, illetve adatkábel, az aksi és a microSD foglalat, ugye azt lehet beletenni, arra rögzít a kamera, és mindezt egyébként egy teljes egészében eltávolítható ajtó fedi, ami nem pontosan értem, hogy miért jó, de ez gyakorlatilag könnyen le is felszedhető, és utána pedig a szintén szigetelt megoldás, fogod, mondjuk ezt elég erősen rá kell nyomni azért, hogy tartson, azért ott azt rendesen figyelni kell, hogy jól záródjon, mert különben probléma lehet és bemehet a víz vagy a por vagy valami, szóval azt rendesen jól le kell zárni, arra figyeljetek. Szintén kapott egy első kijelzőt, és van egy érintőképernyős hátsó kijelzőnk, ez gyakorlatilag megegyezik akár még a 6-ossal is, ez egy jól bevált konstrukció már, ezen túl sok változás nincsen. Viszont van itt egy apróság, amit az érdemes megemlíteni az aksik mellett, hogy nincs teljes kompatibilitás a korábbi GoPro akkumulátorokkal együtt, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk a 7-es aksiját teszed bele, akkor működni fog alapvetően, viszont nagyobb teljesítménnyel hibák léphetnek fel. Tehát ezt még nem egészen értem, hogy ebben mi a ráció, hogy a GoPro miért korlátozta le ezt a fajta kapcsolódást a korábbi modellekkel. A lényeg az, hogy gyakorlatilag 100%-osan csak az új és a 8-as verziójú aksival lehet használni, a korábbiaknál már probléma lesz. Most pedig boruljunk bele a motyóba, ugye az a lényeg, hogy a Skott túra egyben ennek a kutyinak a tesztelése is volt, úgyhogy sokkal relevánsabb képeket fogtok most látni, ami még izgalmasabb is, mint hogyha most lemennék ide a házra és forgatnék két darab svenket egy fáradt tűzcsapról, úgyhogy remélem, hogy ez már kicsit érdekesebb lesz nektek is, meg hát mégiscsak akcióban láthatjátok a kamerát olyan helyzetben, ahol majd valószínűleg ti is használni fogjátok. Úgyhogy most kezdjük is rögtön a videós funkciókkal, mert valószínűleg az érdekel titeket a legjobban, engem is amúgy. Tudni kell, hogy amikor én forgatom ezeket a fotós túra részeket, akkor nekem ott egyben kell, hogy egyrészt hát nyilván fotózni megyek, de vágóképeket is kell csinálni, felmondani a szöveget, legyen fejben a műsor, amúgy fölvenni az összes létező dolgot, drónozni. Egy szóval marhára nem mindegy, hogy a kamera, amivel alapvetően videózok, az mennyire könnyen elérhető, milyen nehéz, stb.
mert amikor mindez így egyben van, és 500 dolgot kell egyszerre csinálni, meg mész amúgy fel a hegyen a cuppogós szemétbe, akkor mondjuk nem biztos, hogy túl szerencsés előpakolni az egész gírt azért, hogy mondjuk csinálj egy bejelentkezést vagy valamit. Ehelyett a GoPro mindig elő volt, és adott esetben, hogyha nem is akartam semmit elővenni, akkor csak hanggal tudtam vezérelni, hogy GoPro start recording. És már ment is, GoPro start recording. Tehát például ilyen kis apróságok, amik rengeteget számítanak egy-egy ilyen forgatás alatt, és minden mellett nem volt probléma az esős, vizes környezet sem, úgyhogy ténylegesen ez a kis cucc, ez a legjobb barátom volt az egész túra során. Na kérem, és akkor most nézzük, hogy mit rejt ez a kis doboz. Első körben, hogyha megnézzük a kijelzőt, most ez a videós mód, akkor rögtön azt láthatjuk, hogy ki vannak tévéde különböző ikonok. Ami azt jelenti, hogy első körben ez maga a slow-mo. Négyszeres lassítás. Itt tudjuk beállítani a különböző látószögeket. Ugye itt most nem látszik pontosan, ugye a háttér lévő... Ugye itt most nem látszik pontosan a háttér miatt, de ez itt az, hogy mennyire legyen nagy látószögű, vagy éppen mennyire legyen teli. Tele. Ez itt az alapvető stabilizátornak a még egyel durvább változata, tehát az azt jelenti, hogy eleve is rettenetesen jó benne a stabilizátor, olyan, mintha folyamatosan gimbalt használnál, de itt ezzel a boosttal még rá lehet erősíteni. Ez pedig maga egy ilyen manuális, hát szerintem ez inkább digitális nagyítás. Jó. Akkor első körben ugye az alapot sávot lehúzzuk, itt is vannak különböző ikonok, ezzel lehet kibekapcsolni a hangvezérlést, ez, hogy egyáltalán legyen a hangja, ugye ez a kis csipogás, amit még azért javaslok, mert ugye akkor van visszacsatolás például a hangvezérlésnél, hogy értette a kütyű, amit mondtál neki. A nyúlikon kibekapcsolása a quick capture, ami azt jelenti, hogy amikor mondjuk ki van kapcsolva a kamera, vagy csak nem van standby-ban, és megnyomod az expo gombot, már rögtön vesz. Akciók közben, amikor nincs ide szarakodni, ez akkor jó tud lenni. A lock icon az az, hogy a screen az érzékelje a tapintást, vagy ne. Ezt úgy tudod nyilván kikapcsolni, ugye, hogy itt rányomsz még egyszer, és akkor innentől kezdve már engedélyezve van. Utána ez pedig, hogy mert önmagában ugye úgy van, hogyha nincs lockolva a dolg, akkor ha elforgatom, akkor utána fordítja az egészet. Hogyha lokkolod, akkor viszont úgy marad. Ezután jönnek a beállítások. Ugye itt vannak az alapvető kamera tulajdonságok, meg egyebek. A konnekciónál ugye nyilvánvalóan lehet GoPro appal, Wi-Fi-n keresztül vezérelni a kamerát. Ezzel mondjuk nekem voltak a csatlakozással probléma, ami nem volt túl zökkerőmentes, végül amúgy a terepen nem is használtam. Ugye itt az, hogy mennyire hangos legyen a jelzés. Quick Capture-t is ki be lehet kapcsolni. Default preset, azaz, hogy amikor bekapcsolod a kamerát, akkor azzal a beállítással jöjjön be, amivel a legutóbb használtad, vagy mondjuk mindig beállítod, hogy a videós 4K legyen az alap, és max átállítod, ha kell. De az az alapértelmezett, hogy azt a beállítást kapod, hogyha bekapcsolod a kamerát, amit legutóbb használtál. Auto power off, ugye az, hogy hány perc múlva kapcsoljon ki a kamera, az, hogy a jelzőledek működjenek-e, anti-flicker, ez se rossz egyébként, ugye amikor beltéren van hogyha olyan a fény, aminek a villogása és a kamera képfrissítése interferál, akkor ugye elkezdik villogni a kép. Ebből például volt is nekem problémám, és akkor én ezt nem kapcsoltam, vagyis nem állítottam át, és ott azt eléggé meg is szívtam egyébként, tehát erre érdemes odafigyelni. Nyilván ezek a mindenféle milyen formátumban, H264-en kell hagyni, az teljesen jó kodeknek. Idő, dátum, mondom dátum és date format. Jó, ez innentől kezdve csak alapvető beállítások. Voice control, ugye itt ez nyilván az, hogy milyen nyelven, hát alapértelmezett az angol, az teljesen jó is. Itt láthatjátok azt, hogy milyen parancsok vannak. Ugye nem csak az, hogy indítsd el a felvételt meg ilyenek, hanem hogy módot is tudsz váltani, fényképet csináljon, és a többi, és a többi, és a többi. Task screen, igen, orientation, screensaver, ugye hogy hány perc után kapcsoljon be csak az, hogy a screen kikapcsolja, az például érdemes egyébként minél úgymond rövidebb időre állítani. Szerintem az egy perc az elég, hogy amikor, mert tényleg amikor, tehát itt most arra kell gondolni, hogy be van kapcsolva a kamera, mész terepen, és mikor megállsz előtt, akkor felveszed, vagy mikor úgy van, de nincs mindig idő arra, hogy egyfajta bekapcsolni, az hosszú, viszont az se jó, hogyha lemerül, mert azért ezek nem bírják olyan sokáig az aksival, tehát érdemes minél inkább spórolni vele, és erre tökéletes az, hogyha hátul kikapcsolja a screent, és akkor gyakorlatilag nem fogyaszt semmit. És a brightness-t sem feltétlen kell föltenni teljesen az egekbe, hogy minél tovább bírja a kamera. Nyilván, hogyha mondjuk sietek és nagyon nagy
nagyon nagy a környezetfény, akkor nem tudsz mit csinálni, akkor fel kell rakni, de alap esetben ez 50%-on teljesen jó. Ez volt nagyjából az alapvető beállítások. Ezen érdemes amúgy végigfutni, meg a guide-okat azért elolvasni. Ugye ez volt a lehúzás, nem anyagilag, ez pedig most a felhúzás. Itt kapjuk meg akkor a galériát, ez itt ugye még a ilyen Mandalorian Werk videóknak a forgatása, azt majd látjátok, majd érkezik az is. Szóval a lényeg az, hogy egyszerűen fölehúzható a galériát, csak felhúzod és vége. Ikonokról beszéltünk, az akkumulátor is, illetve mutatja azt is, hogy hány percet tudsz még felvenni vele, vagy adott esetben másodpercet, nekem pedig már nincs túl sok. Tehát meg vagyunk a beállításokkal, most akkor nézzük meg, hogy milyen videós opcióink vannak. Tehát rábökünk itt alul erre a kis mezőre, ahol itt most az indoor van bekapcsolva, ezek itt különböző presetek. Itt rögtön meglátunk egy csomót, hogy epic, selfie, indoor, outdoor, standard, activity, stb. Ezek különböző presetek, előre beállított videós profilok, amiket persze szabadon lehet szerkeszteni és adhatunk hozzá sajátot is. Ami azt jelenti, hogy például én erre a selfie-re azt állítottam be, hogy amikor visszafele a vlognál beszélünk, itt rányomsz erre a kis ceruza ikonra, és itt egy rakat cuccot kiad, hogy hány FPS legyen, milyen legyen a lencsének a látószöge, a stabilizálás milyen legyen, bekapcsolod-e a low light-ot, ugye a kevés fény opciót, zoomolás, bitráta, shutter speed, expozíció kompenzáció, fehér egyensúly, ISO minimális, maximális, ugye, hogy az érzékenység az mettől meddig terjedhet. Sharpness, itt nekem a high van megadva, és ugye ezt beállítottam még mielőtt elindultunk volna, tehát ezt előre beállítottam, de az az igazság, hogy ezt nem ajánlom, mert ez a high élesítés, ez egy nem túl jó végeredményt ad. Tehát itt akkor már főleg kevés fénynél elkezdi elkenni a képet, és egy nagyon erőszakos beavatkozást csinál rajta, úgyhogy ezt azt ajánlom, hogy ezt csak egyszerűen állítsátok át médiumra. A low nem kell, mert az meg már nagyon lefele húzza, a médium az bőven elég, és akkor nem lesz ilyen durva filteres érzés rajta, úgyhogy az bőven jó. A color, a GoPro, ugye a GoPro color beállítás az kicsit színesebb, picit utómunkázottabb eredményt ad. A sima, a flat, az gyakorlatilag egy nyers anyag. Ugye attól függ, mit szeretnél vele csinálni, hogy utána van-e bármi szándékoddal, hogy feldolgozod az anyagot, akkor a flat a jobb. Hogyha jó úgy is, amit csinál, akkor meg a színek miatt maradhat a GoPro. Én egyébként szeretem, tehát hogy a GoPro beállításon ment nálam végig, mert szerintem egész jó színeket produkál, de ez egyéni kérdés, ki mit szeretne. Ugye a RAW Audio-nál itt is meg lehet azt csinálni, hogy a nyert sima felvett hangot, tehát azt, hogy nem nyúl hozzá, csak az alapvető felvétel és a különböző feldolgozás módokat tudod állítani itt, hogy mennyit dolgozzon a hangon, ugye kis zajszűrés, meg ilyenek. Nekem ez ugye ki volt kapcsolva, és ezzel együtt is olyan jó hangot produkált, nyilván amikor már nagyon fújt a szél, akkor azért belehallatszott, de még az sem volt olyan vészes, mert a több mikrofon miatt kiküszöbbeli próbálja kicselezni a szelet, hogy honnan fúj, honnan több a zaj, akkor a másikat használ, szóval egyébként nagyon jól működik ez is. És az a durva, hogy gyakorlatilag a mikrofonos DSR-et azt nagyjából 90%-ban kiváltottam, mert ennek a hangját használtam végig a videón egyébként. Ugye a szélzaj szűrés az be volt kapcsolva mindig, és akkor itt vannak, hogy ki lehet tenni, hogy milyen shortcutok legyenek a kijelzőn, ugye ezek a kis ikonok, hogy tudjál rajta rögtön zoomolni, a slow-mo az volt ugye be lehetett kapcsolni, vagy a stabilizátor, meg ilyenek, tehát hogy rögtön kirakhatsz magadnak a szemére szabhatod, hogy a kezdő képernyőre milyen ikonok, gyors elérésű ikonok legyenek kint, hogy mondjuk a slow-mo, hogy csak gyorsan bekapcsolod, az extra stabilizátor, szóval mindent. Nézzük meg a felbontást, ugye egészen 4K-ig terjed, és 4:3-as, illetve a standard oldalarányban használható, viszont itt csak 50 FPS-ig terjed a képkocka sebesség, már 100 frame per second tud a kamera, ami azért elég durva, valljuk be, és akkor utána lehet lemenni egészen Full HD-ig, ahol már 200 FPS is van, úgyhogy nem azért mondom, de ez már egy olyan dolog, hogy nagyon-nagyon komoly lassításokat lehet ezzel csinálni, úgyhogy az igazság, hogy ez valami hihetetlen, hogy ebben a kis vacakban ennyi minden benne van. Nem hiszem el, érted? Itt van a kezemben ez a kis, hát mi ez? Semmi. És ilyeneket tud, hogy Full HD-ban 200 FPS, meg ilyeneket. Melyik? Mindig hagyjuk is. Brutális cucc, úgyhogy ezt 4K-ig egészen jól lehet használni. Mondjuk 25 FPS-ed van csak, de attól függ, minek kell. Én mondjuk jobban szeretem, mert igazából 4K-t így, tehát azért az kevés helyen van rá szükség, ugye emberek többségének nincs is 4K-s monitorja, vagy tévé, vagy stb. Úgyhogy
Én inkább a frame per sec-re esküszöm. Jobban lehet vele dolgozni, több mindent lehet utólag kihozni. Oké. Ez volt tehát a videós opció. Most menjünk balra, ugye a különböző módok közül, hogy fotó, videó vagy timelapse, a screen kell egyszerűen csak húzogatni jobbra-balra. Ugye a timelapse-et nem kell nagyon magyarázni, mindenki ismeri, a beállítási lehetőségek ebben az esetben nyilván a felbontás, viszont itt csak 4:3-as arányra van lehetőség, 4K-ban van a standard. Itt is meg tudod adni a lencsének a különböző látószögét, meg tudod adni, hogy milyen időközönként készüljenek a képek. A videóformátumnál pedig be tudod állítani, hogy külön megkapd a képeket, tehát hogy egy kép szekvenciát kapjál, vagy pedig már egy összefűzött timelapse videót. Akkor itt is van lehetőség expo kompenzációira, fehér egyensúlyra, ISO-ra, tehát nagyon sok mindent be lehet állítani, ugyanúgy a shortcutokat is, úgyhogy ez egyébként egy hihetetlenül jó pont a GoPro-nak, hogy ennyi mindent enged belenyúlni. Oké, a timelapse-et azt gondolom, hogy mindenki érti. Na de mi az a timewrap? Ez valahol a timelapse és a hyperlapse között van, ugye a timelapse-et azaz, amikor a kamera fix helyen van, és minden más őrjöngés forgószél van körülötte, és minden gyors, a hyperlapse pedig ugyanez, csak haladunk a kamerával, és ez alatt nem azt értem, hogy most van egy slider, amin elmegy a kamera, és akkor van egy kis kameraszögváltás, az még mindig timelapse. A hyperlapse az a különbség, hogy végigmész egy teljes utcán, egy partszakaszon, vagy valamint, tehát hogy több száz méter is eltelhet a kiindulás és a végpont között, és ugye az nagyon lassan halad előre, ami azt eredményezi, hogy a végső eredményben a kamera haladása az teljesen normális lesz, mint hogyha sétálnál, viszont minden más rettentő gyors körülötted, és ettől nagyon érdekes. Timewrap viszont azt csinálja, hogy igazából mindent felgyorsít, tehát mondjuk ahogy ezen a felvételen is láthatjátok, mikor mentünk fel a Harry Potter viadukthoz, hogy minden gyors, tehát pontosan látható, hogy fel van gyorsítva a felvétel, viszont nagyon szépen ki van stabilizálva, olyan, mintha az egész egy ilyen kocsin, egy ilyen sinem menne végig, és ezért egy nagyon finom és lágy kameramenetet kapsz az ilyen utak vagy túráknál a különböző tréleknek a bemutatásához, ami marha jó lehet arra, hogy mondjuk tényleg egy olyan jelenet, hogy megtesztek egy X távot, de jól néz ki az egész, meg nem hagynád ki a videóból, de nyilván arra nincs lehetőség, hogy az egészet egy az egy időben végigmutasd. Bekapcsolod a timewrapet, és zuty, így végigcsapattok az egész úton, de közben nem lesz egy ilyen rohadt rezgő, idegesítő, hektikus vacak, mint mikor egy sima felvételt felgyorsítasz, és akkor mindenre meg össze-vissza, mint a kocsonya, hanem az egésznek egy nagyon szép kameramenete lesz. És illetve van a nightlapse, ami pedig kevés fénynél, ugye most arra nem volt lehetőségünk, hogy csillagot fotózzunk meg ilyeneket, mert valami felhős volt, meg ugye este mi is már kitikkadtunk, de ugye ez elvileg arra van, hogy kevés fényben is tényleg esti timelapse-et tudsz csinálni, hát majd egyszer csak kipróbálom, hogy milyen, tényleg látja a csillagokat, hogy mennek, vagy az, hogy azt nem tudom, azért ezzel kapcsolatban kicsit szkeptikus vagyok, de majd erre is sor kerítünk. Most pedig menjünk, akkor nézzük meg a fotót, amire ugye nekem értelemszerűen túl nagy szükségem nem volt, nem is használtam igazából, meg szerencsére még azért ott nem tartunk, hogy valaki úgy hívja magát fotósnak, hogy én amúgy GoPro-val fényképezek. Remélem ide azért nem jutunk el, de mindenképpen ki fogom majd próbálni, illetve van benne egy nagyon-nagyon hasznos dolog, ami mondjuk például itt a fotó rész az kifejezetten ott tudom elképzelni, mikor sok film, amik sípáján vagy ilyenek, és akció fotó, akkor szerintem mondjuk ez tényleg jó lehet, hogy mégis csak van nálad egy olyan cucc, amivel tudsz képet csinálni, de ugyanúgy időjárás, törés, porrás, szóval minden álló. Na most, a Live Burst egy nagyon érdekes dolog, ugyanis azt csinálja, hogy mondjuk teszem azt, le akarod fotózni, hogy a haver ugrat csillétszel, és amikor elugrat, akkor te megnyomod a gombot, és a kamera csinál a gomb lenyomásától visszafele másfél másodpercre képeket, és a gomb lenyomás után másfél másodpercre is képeket, és a végén kapsz 90 darab fotót, ami azért elég menő. És ugye ennek az az előnye, hogy gyakorlatilag megkapod a korábbi lépéseket, korábbi fázisokat, és az exponálás utániakat is, és ki tudod választani, melyik az, ami a leginkább jól sikerült. Ez nyilvánvalóan az kell, hogy ezt az opciót választod, akkor a kamera folyamatosan vesz. És egyfajta pufferből utána visszaolvassa a képeket, ezért tudod megcsinálni, tehát véletlenül se ígyük azt, hogy ez a kamera tud az időben utazni, mert azért mindennek van határa. Tehát ez nyilvánvalóan egy kicsit energiaigényesebb mód, mivel a kamera folyamatosan vesz, és az exponálásra nem akkor készíted el a képet, hanem gyakorlatilag adsz egy referenciapontot, és ahhoz képest az időintervallumot kapod te meg képekben. Ez azért elég menő. 12 megapixelig lehet egészen fölcsapni a dolgokat, ahogy itt ki is írja, csak a legutóbbi modern telefonokkal működik. Abban az esetben, hogyha
ugye a GoPro appon keresztül fotózol. A 8 megapixel az működik mindenhol. Tudsz timert állítani, nyilván zoomot és a különböző on-screen shortcutokat. Itt be tudod az outputot állítani, és az az érdekes, ez is tud RAW file formátumot, ugye a GPR-t, ami azt jelenti, hogy nyilvánvalóan itt is a szenzorról mindenféle hozzányúlás nélkül elkészített gyakorlatilag nyers töltés kiolvasás. Utána pedig tudsz felmenni, hogy standard, JPEG, akkor itt már csinál neked egy HDR-t is, és szuper fotó, és ez meg azt csinálja, hogy kiválasztja neked a legjobb feldolgozási módot. Ez az, amire azt mondanám, hogy szerintem maradjunk a standardnél, ugye az a biztos, te tudsz hozzányúlni, és olyat csinálsz, amilyet te akarsz, ha már ő egyszer rárakott ami szoftveres tákolmányt, attól már nem tudsz szabadulni, akármit csinálsz. Egy biztos, engem rettenetesen meggyőzött. Ugye én azért élveztem ezt nagyon, mert nagyon nagy terhet levett a vállamról. És az, hogy folyamatosan probléma volt eddig a stabilizálás ugye a felvételeknél, mert az nagyon zavaró, és nyilván én is mindig arra törekszem, hogy minél jobb anyagot csináljak nektek. És ez, tehát olyan, tényleg képzeljétek el, hogy eddig, amikor ott volt a gép, mindig lógott egy gép a nyakamba, amin volt a mikrofon, meg a, mondjuk a hasznamobjektív, amivel veszem fel a beszédet, meg hogy mi történik, meg stb. De legyen elől a másik gép is, amivel mondjuk fotózok. Ez itt fityeg rajtam, ugye nehéz terepen voltunk, bele se gondolok, mi van, hogyha egy ilyen cuccal esetleg elesem, és az egész tiszta sár lesz, meg basszus. És akkor még rezeg is, meg minden, júj. Meg azért ezt kitartani, amikor egész nap is így dumálsz a hülye képeddel egy tükrös gépben, na mindegy. De itt nagyon szépen ki van stabilizálva, folyamatosan elő van, csak szólok neki, hogy mit csináljon, tudja a hangvezérlést. Olyan iszonyatos könnyebbség volt, és komfort érzett az egész forgatás közben, ami ugye nyilvánvalóan nem egy egyszerű dolog, de hát nem csoda, egyébként csak ezzel kb. 2 órányi anyag készült, tehát hogy rendesen használva volt abszolút. És az az érdekes egyébként, hogy bírta az egész napot egy aksival. Azt hiszem egyszer kellett benne cserélni, vagy talán még annyival se. Tehát hogy nyilván minden este feltöltöttem, de utána mindig kibírta a következő napot egy aksival, ami tök jó volt. És pluszban ugye volt még nálam még egy, szóval hogy biztonság kedvéért, de igazából meg jól bírta. Ugye ez azért hozzátartozik az is, hogy nyilván azért hűvös volt, mert minden, de nem mínusz fokok, tehát ez a teljesítmény, hogyha mondjuk mínusz 10-be síjálsz, vagy mínusz 5 fokba síjálsz kint, akkor azért mondjuk az lehet, hogy nem lesz ennyire jó teljesítménye az aksi élettartalma, de az biztos, hogy kicsit neccesebbre számítottam. Tehát én azt hittem, hogy minden nap legalább 2 aksit el fogok használni, de mégse. Úgyhogy ez egy szuper kütyű, és a másik, ami fontos, csak az igazából azért nem mondtam eddig, mert Magyarországon még nem elérhető, és leginkább azoknak fontos, akik ugyanígy valamilyen csatornában, ami műsor gyártanak, hogy van ehhez egy vlogger mod, egy kit, ami azt jelenti, hogy beteszed egy keretbe, van egy külső mikrofon hozzá, rá lehet rakni visszahajtható külső kijelzőt is, meg még egy lámpát is ide oldalra, tehát hogy van ehhez egy komplett ugyanilyen vlogger kit, ami megint egy baromi jó dolog, tehát én ezt kiszerettem volna próbálni, csak sajnos itthon még nem kapható, de reméljük, hogy majd egyszer arról is azt is meg tudjuk nézni. Szóval már csak ezért is érdemes ebben gondolkodni, mert előbb-utóbb nyilván jönni fog az is, és ez egy plusz feature, ami nyilvánvalóan csak ehhez kompatibilis, meg az egész rig az erre passzol rá. Úgyhogy hogy is mondjam, egy szó mint 100, ugye itt már pofázok elég régóta, de a lényeg az, hogy nagyon szépen köszönöm a 220 voltnak azt, hogy megtámogatták ezt a túrát, és adtak egy ilyen cuccot, mert fú, te jó ég, tényleg ez... Nem tudom elmondani, mekkora segítség volt, és azért mondom ezt mindig ennyiszer, mert nem tudom hány évet már végig szívtam így, hogy csak DSLR volt nálam, és azzal ment a kamerázás, és iszonyatosan nehéz volt, és most csak úgy... Ja, itt van az egész minden mikrofonos kamerás cucc a kezembe, és csak menni kell, és elő se kell venni az... Na mindegy, szóval ez... Tehát, hogy az az igazság, hogy a GoPro-t még mindig nem lehet megverni ebben az akciókamerás szegmensben, ebben a minőségben, mert lehet, hogy van, ami tudásban esetleg tud ilyeneket, de én még nem láttam olyat, ami hozta ezt a minőséget, ezt a képminőséget, hogy ez ne legyen kockása izénél, éles legyen, szépek legyenek a színek, tök jó dinamika tartománya egyébként. Szóval, hogy nyilván van egy pont, onnan mondjuk már kiég az ég a árnyékos előtérhez képest, de egyébként brutális. Brutális, hogy mennyire szépen ki van egyenlítve, és még hogyha kicsit darabosan is, de kevés fényben is hozzá is látható az egész. Úgyhogy nyilván helyén kell kezelni, azért mondjuk ne egy profi DSLR kamerájának a szenzorjával hasonlítsuk össze, hogy mondjuk kevés fényben mit tud. De nézzük már meg, mekkora ez az egész. Hát basszus, abban a kamerában majdnem csak a szenzor ekkora, mint ez az egész cucc, és ahhoz képest meg nagyon-nagyon jól szuperál.
és mondom, a stabilizátortól megdobok egy hátast, úgyhogy. Szóval nagyjából ennyi lett volna, és ahogy eddig is bármi kérdés maradt volna bennetek, azt itt kommentbe lehet kérdezni, rohamozzátok meg a komment szekciót, és válaszolok amilyen hamar tudok, és a legjobb tudásom szerint. És persze ne felejtsétek el megnézni a Skolt fotós túra sorozatot. Szerintem nagyon látványos lett, én nagyon-nagyon sokat dolgoztam rajta, hogy egy jó, látványos, epik anyag jöjjön össze. Úgyhogy főleg már csak azért is, mert ugye a GoPro-hoz kapcsolódik. Mindenképpen lessétek meg egy jó popcornnal, egy jó sörrel. Bekúsztunk Glencoe völgyébe a hegyek közé, meg voltunk forgatási helyszínen is, meg jártunk Roxfordba, úgyhogy szerintem mindenképp érdemes benézni oda is. És hát akkor a videó végére már tényleg csak egy elköszönés, hogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a tesztet, remélem, hogy hasznos volt, és találkozunk a következő videóban. Szevasztok!